Január 17-én 14 órától kerül megrendezésre az általános iskola első három korcsoportjának grünbirkózó versenye. 24-én 16 órától edzőmérkőzésre várja a kézilabda szurkolóit a Makói KC, akik az NB2-es Bajai KSK együttesét fogadják. Majd ugyanezen a napon 18 órától a MOL-PIK Szeged együttese csap össze az orosházi FKS-a Linemár gárdájával. Mindhárom esemény az Erdei János városi sportcsarnokban lesz látható. Ugyancsak itt lépnek a küzdőtérbe január 29-én 14 órától az általános iskola felső tagozatos és a középiskolás grunbirkózó diákok. Február 1-én 11 órától lép idén először pályára a Makko FC, akik a Kiskunfélegyháza gárdáját fogadják első körben, majd február 8-án szintén 11 órától a Kecskemét együttesével mérik összetudásukat.